férfi NB 23. fordulójában Nyesvénye Seger, Borosházi FKS 31-25. Elsőként a vendégcsapat vezetőedzőjét Ratko Gyurkovicsot kérném, hogy értékelje a mérkőzést. Először gratulálok a hazai csapat. Nem számítok, hogy ilyen rosszul védekez tudunk játszolni, és ez volt szerintem kulcs a mai mérkőzés, mert ha gondolkozunk valaki megnyerni, akkor muszáj, biztos muszáj sokat jobb játszolni védekezben. És mit tudok mondani, nálunk ez volt egy szép lehetőség nyerni, de tényleg Eger ez jó csapat, és ez volt tiszta győzelem. Köszönjük szépen! Hogyan érte meg mindezt a pályáról, Kancsa? Hát, nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után. Talán azt mondom, hogy így jól kezdtük a mérkőzést, de utána teljesen szétestünk ott az első fél idő után. Az elején a második fél időnek az nagyon-nagyon rossz volt. Nem jól védekeztünk, hogy Átko is mondta, sok könnyű gólt kaptunk, és az Eger nagyon okosan támadott, kihasználta a gyengeségeinket, aztán én is gratulálok nekik, és rá sok sikert. Köszönjük szépen, és Otto Termont az Eger vezető edzőjéhez fordulni. Újra nézzük a Kemény Ferenc sportcsarnokon. Szép győzelem, ilyen mérkőzésre. Számítottál, hogy reménykedtél abban, hogy így alakul? Hát nagyon hatalmas öröm, hogy végül nézők előtt játszhattunk, és hogy ilyen sokan kilátogattak, tényleg közel 300-400 nézőként lehetett, és soha lelkesen búzítottak minket, hogy hát tényleg még most is libabőrös vagyok tőle. Annyira rég volt már, hogy nagyon-nagyon jól esett, főleg itt az, hogy hazai pályán, és hál' Istennek ez a játékosokon is abszolút látszott, még hogyha az elején akadozott is kicsit azért a játékunk védekezésben, mert jól védekeztünk, de könnyű gólokat kaptunk buta hibákból, kicsi koncentráció hiányzott onnan, és fél időben ezt beszéltük meg, hogy csak ezeket kell kiküszöbölni, semmi más, mert a támadás tényleg a lerohanásokból lőtt gólok, elég könnyen tudtuk megszerezni ezeket, túl tudtuk játszani most tényleg a ellenfélnek a kapusát is, aki azért általában ellenünk jól szokott védeni. Úgyhogy nagyon szépen ment a mérkőzés, azt gondolom, hogy a második fél időben tényleg úgy épült, ahogy mi azt szerettük volna. A végére már viszonylag egy könnyebb győzelem lett, és tényleg azok is tudtak játszani, akik eddig kevesebbet, és hozzá is tettek nagyon ügyesen a mérkőzéshez. Tényleg maximálisan elégedett vagyok végre, hogy kézilabda érzése lehetett az embernek. Köszönjük szépen! Tóth Rajmondhoz fordulnék, aki a mezőny eredményesebb játékosa volt, jól számoltam 9 gólig jutották. Hogy érezted magad a pályán, téged mennyire lendített meg az, hogy ennyi néző volt belátva? Egy nagyon jó érzés volt már, többen is mondtuk a csapatból, hogy szinte elfelejtettük milyen nézők előtt játszani is. Már meccset, amikor meghallottuk a buzdítást, már mindenkivel egy plusz energia löket jött. Egy nehéz első fél idő után a második fél időben sikerült a védekezésben még egy fokozatot kapcsolni és még több kontragolt lőni. Ezáltal el tudtunk húzni az Orosházától és így magabiztosan megtudtuk nyerni a mérkőzést, ami azért is fontos, mert hogy végre visszatértek a nézők, és akkor ki kell szolgálni őket. Úgy érzem, ez teljes mértékben sikerült, és így hát egy óriási gratuláció a csapatnak, ami, hogy milyen simán nyerni tudott, mert nagyon nehéz időszakból jövünk ki. Az utóbbi pár meccsben nem tudtunk mérkőzést nyerni, úgyhogy nagyon nagy szükség volt erre a győzelemre az utolsó pár meccs fejében. Köszönjük szépen!